A galaktika minden bolygóján látható az állandó mozgás. Egy hatalmas, mágikus erő. Itt az Aquilianon úgy hívják, hogy Sus. Az erő olyan nagy, hogy le kellett kötni. Kivéve a Galactic Footballt, a világegyetem leglátványosabb sportját. De 15 évvel ezelőtt egy titokzatos robbanás rázta meg az Aquiliant. Elsöpörte a Suszt, és romba döntötte az esélyeinket a Galactic Football Cupon. 15 év egy jó csapat nélkül. És semmi más, csak hó és jég. De most újra élett a remény. Fiatal új játékosok életre keltik a Suszt az Aquiliában. A sorsunk a kezükben van. Galactic Football. Az előző rész tartalmából. Legfőbb gondunk, hogy Arch feléleszti a Suszt az Aquilianon. Honnan tudjuk, hogy nem a technoidál Arch mögött? Végre játszhattuk egy meccset. Indulunk! Vajon maga a Blaylock, a technoid tábornoka, miért akarja Archékat elismerni? Bemondták a rádióban, hogy a csapatot hivatalosan is elismerte a liga. Ha? Az Aquilia Futball Szövetség elkezdte megszervezni a meccset a Red Tiger. Még nem láttam ilyen csodás passzokat. Szenvedélye a futball, te is tudod. Elengedem Rakitot egy meccsre. Ha veszítesz, Rakit visszajön ide, és többé nem akarok hallani rólad. Soha! Nem játszhat soha többé. Megértett? Negyedik rész, a csapat. Az Arcadia híradót a technoid biztosítja önöknek. Sunny Blackbones kalózvezérre kitűzött vérdíj már 2 millió normál kredit. Egy csodálatosabb bolygóért segítse a technoidot. Lunzére a Vambák sztártámadója. Amint látjátok, csúcsformában van. Ezért rá különösen figyelnünk kell. Itt láthatjátok az Ibó holdat. Ez a sugárzás a Vambák mozgásának forrása. Ez adja az elképesztő gyorsaságukat. Uram, velünk mi van? Miért nincs energián? Az Aquilianon a Sus volt ez a mozgás, ugye? Igen, de a nagy jégkorszak miatt eltűnt. Bolygónk tengelye eltolódott, a Sus pedig elpárolgott. Így tudományos, igaz, uram? Pontosan ezt mondják. De uram, Tia nem a Sus miatt tud úgy focizni? Azt hiszem, igen. De akkor miért csak neki van ilyen? Szerintem mindegyik őtökben megvan. És nem elég feléleszteni, ahogy Tia, meg kell tanulnotok irányítani és uralni. Ez a legnagyobb kihívás. De addig... csinálni kell nélküle, igaz? Hé, ez csak barátságos meccs, nem kell pánikolni. De nincsenek kis meccsek, Micro Eyes. Itt mindenki ezért a csapatért dolgozik. És én eredményeket szeretnék, megértetted? Úgy kell játszanotok, hogy nyerjetek. A Vombák bolygója. Alig egy óra és a Vombáknál leszünk. Jó. Alig várom, hogy végre a pályán legyünk. Belegondoltatok már, hogy egyszer majd saját kártyánk lesz? Mit szóltok hozzá? Tren! 300-szoros válogatott! Védőjátékos! Hol? Hé! Várj csak! Ez igaz? Hiszen még nevünk sincs. Egy jó csapatnak kellene egy név. Ki mondta, hogy ez jó csapat? Hogy tetszik? A galaktikus harcosok. Vagy pedig a tűzgolyók.
Nagy pedig a vesztesek, vagy a kockalábak. Hé, srácok, nem sokára landolunk. Becsatolni. Hallottad, Cined? Befogni. Ti hallottatok már a vambakajáról? Igen, pontosan ettől féltem. Nos, nyugalom, Micro Eyes. Mi ez az izé? Vajon halucinálok, vagy ez még tényleg mozog? Ez a blács. Ha? Pókpüré meg klaszman csólaj. Meglátjátok, igen fini. Mi nem hittük másképpen. Talán csak egy kicsit, mégis... Drága barátaink, örömmel üdvözlünk Vamba népének nevében. Igazán megható, hogy Arch új csapata a bolygónkra jött. Arch, nem felejtettünk el. Ilyen hosszú idő után sem. Én sem téged, Bakura. Én sem. És most, barátaim, a pohár köszöntő. Lehet, hogy nem tudjátok, de az edzőtök sokáig nálunk élt. Úgy is mondhatjuk, hogy itt rehabilitálódott. Segítettük és ápoltuk, ezért van ez a különös kötődés közöttünk. És olyan hány ingered van? Jól vagy? Arch? Arch? Szimbáj, de jó, hogy látlak. Meglepődtél? Én itt élek. Nem emlékszel? Nem, persze, hogy nem. Szimbáj úrnő. Szimbáj úrnő. A mozgástársaság központja. Mester! Szimbáj úrnő most vette át az új helyét. Jó, nagyon jó. Nem játszhat soha többé. Megérted? Remélem, hogy senkinek sem mondtál semmit. Mire érted? Nem mondtad el, hogy Arch unoka öccse vagyok? Nem, persze, hogy nem. Remek, így mindkettőnknek van egy kis titka. Te meg miről beszélsz? Nekem nincs mit titkolnom. Elnézést, hölgyem. Nem találkoztunk már valahol? Szerintem nem. Elég sok bolygón dolgoztam. Biztos, hogy láttam már valahol. Azt mondtam, nem!
Hey, Tren! Remegsz, mint a blács! Kérlek, ne emlegesd! Ütődöttek vagytok, hogy megettétek! Megkínálta, megkóstoltuk. Ez az udvariasság. Más dolog, hogy te nem ismered. Megkóstolni talán udvarias... Oh, de repetázni már kész, őrültség volt! Ne mondd, hogy repetáztál! Okos volt. Emlékszel, mit mondott Arch? Meg kell nyernünk ezt a meccset. És mindenkire szükség van. Mit papolsz, haver? Mit gondolsz, ki vagy te? Színed elég, jó? Én vigyázok magamra, köszi. Snow Kids. Kerestek egy csapatnevet, nem igaz? Igen, már legalább két napja. Szóval Snow Kids. Ez jó, nem? Akilian, a hó. Snowboard, a Snow Kids. Jó! Ez nem rossz. Ki mond igent? Én is. Benne vagyok. Tényleg? Ez tetszik. Igen, de egy nép nem elég. Kell hozzá még... Mi? Micsoda? Egy mez is? Hiszen ez ugyanolyan mez, mint a nagy Akilian dinasztiájé. Ez nagy felelősség. Ez az! Már igazi csapat vagyunk! Azt majd meglátjuk a pályán. Jól van, mutatom a posztokat. Ahito a kapuban, Tren és Mei a védelem, Tia és Rakit középpályán, a csatárok Jock és Sined. Velem mi lesz, uram? Te csere vagy. Talán gondod van, Sined? Nem, semmi. Csak valami kaparja a torkom. De, uram, én felkészültem, és lőni fogok 3 gólt, legalább. Micro Eyes, ha csapattag vagy, elfogadod az edző döntését. És én így döntöttem. Igen, uram. Jobban vagy? Hát voltam már jobban. Ha? Ezek még ijesztőbbek a pályán. Koncentrálni! 1 perc és elkezdjük. Szóld a labdát Tiának!
színed! Sehová se vezet, ha így játszol! Passz tovább az ég szerelmére! Bevethetnénk a cserét! Ez egy jó ötlet! Nem. Szeretném, ha összeszokna ez a felállás. Biztos voltam benne. Indulj be, Tia! Mutasd meg! Szanotok. Az Achilliasus elképesztő. Nem játszhat. Soha többé. Undorító! Barátságos meccsen ilyen turvaság! Komolyan! Ez túl sok! Miért csinálták? Joke, most az a legfontosabb dolog, hogy meggyógyuljon. Megértetted? Ne aggódjatok, én majd meggyógyítom. Achillean bolygó, Árcs Akadémia. Aktiválni a zavarókat. Tiger is így játszik majd a meccsen, akkor jobb, hogyha védjük a bokánkat. Nincs mitől félned, Microwise. Senki sem bánt a kis padon. Köszönöm, Simbai. Elvesztettük a meccset, de találtunk egy edzőt. Szerinted nem volt furcsa ez a támadás? A vambák általában nem tesznek ilyet. Tudom. Folyton ezen gondolkozom. Tia kivételes tehetség. Szusz van benne. Ez nagy plusz a csapatnak. És szerinted valaki úgy... Ahogy hallottam, meg fog gyógyulni. Oh,
Megnyugodott? Nem. Ha nem veszi rossz néven, megtartom a többit. Igen, én... Tessék, megérdemli. Hála önnek, Arch kénytelen lesz nélkülözni a kis csodát. Örökre. Aquilian rendőrség, miben segíthetek? Adja a kapitányt, ez fontos. Ez furcsa. Nem olyan, mint egy technoid program. Ez sem olyan. Talán néhány alkatrészt kivéve. Lehet, hogy tévedtünk. Nem érdekes. Mindent elviszünk. Ne nyúljatok semmihez. Hogy? Azt mondtam, ne nyúj semmihez. Nem viszünk el egyetlen csavart sem innen. Ugyan, Sonny, kell ez a cucc. Hiszen ebből élünk. Rendesség, ezt nem értem. A zavarok működnek. Hogy vertek észre minket? Elhúzunk innen. Igyekezni! Az a rendőrség lenne. Miért néz így rám mindenki? Nem csináltam semmit. Ez igaz. Itt van a rendőrség. Ezt a lányt keressük. Megszökött a szüleitől. Az Obiahold nagyköveteitől. De megadták az engedélyt. De nem a szüleimtől, hanem színészektől. Csapattag akartam lenni. Sajnálom. De Tia, biztos van rám út, hogy... Te nem ismered őket. Elnézést, fiatalember! Nem értünk jöttek. Nem, ez nem lehet! Ez nem lehet ő. A következő rész tartalmából. Stella, ezt te nem érted. Boldog voltam ott. A nagy változás biztosan megtörténik a futballban. Én csak egy dolgot mondhatok. Győzzön a Jobbik. Az én csapatom. Nem tudsz passzolni senkinek? Csak annak, aki gólt lő. Rakit? Igen, uram. Tessék. Magyar hangok: Soltonyi Gábor, Előd Boton, Fésűs Bea, Madarász Éva, Láng Balázs, Markovics Tamás, Seszták Szabolcs, Pálmai Szabolcs, Fekete Zoltán, Hamvas Dániel, Ludas István, Seder Gábor, Farapó András, Molnár Ilona, Ősi Ildikó. Magyar szöveg: Juhászné Nagy Éva, hangmérnök: Bőn Gergely, gyártásvezető: Németh Piroska, szinkronrendező: Hirt Ildikó. A szinkront a Jetix megbízásából a Digital Media Services készítette.